Sziasztok srácok, itt is lennék egy újabb videóval, és megint nem gaming, hanem egy olyan videóról van szó, amiben Instagram vs. valóság posztokat fogunk úgymond megvizsgálni. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én imádom esküszöm ezeket az összehasonlításokat, hiszen nagyon-nagyon vicces és nagyon kreatív posztokat lehet találni neten, Instán vagy akár YouTube-on videó keretén belül. Azt azért fontosnak tartom srácok, hogy higgyétek el, bármilyen hírességről van szó, akinek van Instagramja, nyilván, ha ő nem is ért a Photoshophoz, akkor biztos van neki egy grafikusa, vagy esetleg egy marketingese, jobb esetben, aki segít úgymond egy brandet kialakítani abból, hogy ő hogy is néz ki, és mit is közvetít az emberek felé, például felétek, és nem kell minden Instagram posztnak bedőlni, hogy úristen, mert minden posztról az jön le, hogy ennyire tökéletes az élet, ilyen jól megy minden, megint vettünk egy új autót. Szerintem emiatt is van a sok saját magát becsmérlő ember, hiszen ha azokat látod folyamatosan, hogy mindenkinek új autója, új ruhája, folyamatosan minden új, az egy kicsit úgymond visszahúz titeket, de ezeket nem szabad számba venni, valószínűleg köztetek van olyan, aki ezt el tudja határolni, tehát a valóságtól el tudja határolni az Instagram posztokat, mert legtöbbször sajnos vagy nem sajnos nem a valóságot tükrözik ezek a posztok. Szóval srácok, a mai videóban összegyűjtöttem olyan celebek, olyan hírességek fotóit, amiket újraalkottak, viszont egy kis csavarral. Ki ne ismerné Kylie Jennert? Na neki volt egy ilyen fotója, amikor egy rózsaszín flamingón pózolt, hát ezt valaki újraalkotta. Nem mindenkinek adódik meg ez a lehetőség, hogy egy jakton, egy gyönyörű szép kalapba készítsen fotót. Itt a mi alanyunknak, bármennyire hihetetlen, a kalap sem az igazi. Flamingó is szerintem gyerekméretű, tudja, hogy ebből van már nagyobb, és hát azért az a szárnyas karuszó az mindent visz. Én 10/10 adnék erre a fotóra. Srácok, hogyha boldog párkapcsolatot szeretnétek, akkor mindenképpen az első dolog és a legfontosabb dolog az, hogy bizalommal forduljatok a másik férhez, illetve hát megbízatok benne. És itt ezen a fotón is, bármennyire hihetetlen, itt a csaj annyira megbízik, illetve hát ezen a fotón annyira megbízik a barátjában, hogy úgy tartja a medence fölött, hogy tartja a pólójától fogva. Ezt a fotót nem biztos, hogy csak a bizalom alapján lehet úgymond behatárolni. Szerintem, ha a pólónak az anyaga kicsit szarabb, vagy mondjuk kicsúszik a kezéből, bármennyire bízik benne a srác, vagy éppen a csaj tartaná, szerintem ugyanúgy ez lenne a végeredmény, ami az újraalkotott fotón van, hogy hassal nyomsz egy arcost a medencébe. A következő fotó szintén párkapcsolatos témában született. Éppen valószínűleg szakítás után készítette ezt a fotót, egy poros motorháztetőn fekszik, és azt írta rá a porba, hogy a fiúk hazudnak. Na hát ennek az újraalkotott verzióján szerintem legalább egy negyed órán keresztül röhögtem, mert először nem is értettem, hogy mi van, vagy az hogy készült el. Na hát itt az újraalkotott verziója, és esküszöm, rohadt jó. Ahogy látjátok, ez a fotó úgymond egy válaszfotó az előzőre, hiszen itt a csaj azt írta rá a motorháztetőre, hogy a szénhidrát nem hazudik, tehát ha mondjuk szakítasz, akkor utána mondjuk zabálhatsz, vagy az talán segíthet azon, hogy túllépje az előző kapcsolatodon. Szerintem akkor lett volna a legeslegjobb, ha mondjuk ott a kezében egy bagetet tartana. Esküszöm, az a poszt, srácok, ez visz mindent. Egyébként srácok, bármikor elindítjátok az Instagramot, és a posztok között úgymond keresgélsz, szerintem általában az jön fel, hogy ez az ember itt nyaral, az az ember ebben az étteremben van, a harmadik nem tudom mit csinál, és mindig úgy jön ki, hogy tök jó az élet, meg minden tökéletes, és valószínűleg, amikor ilyen fotóba botlasz, nem hiszem, hogy arra gondolsz, hogy ó, de jó, pont besüt a nap, és pont így törik meg, hogy a szivárvány színeit rajzolja ki az arcomon. Én ahányszor reggel arra ébredek, hogy innen a mögöttem lévő ablakról besüt oda a nap, és azt érzem, hogy kiég a retinám, a homlokam meggyúl, takaró alatt összesülök. Itt az újraalkotott képen is kb. Ugyanez a verzió, hiszen mikor felébredsz, nem tudom ti, hogy vagytok vele, én sem bírom a napfényt. Az újraalkotott kép, srácok, szerintem tökéletesen tükrözi a valóságot. Valószínű, hogyha azt a nevet halljátok, hogy Lewis Hamilton, biztos tudjátok, hogy kiről van szó. Biztosan láttátok már Instagramon és több Facebook posztban, hogy az elmúlt időszakban ilyen extravagáns ruhákban jelenik meg a futamokon. Hát nem tudom, látjátok ezt az óriási sálat, vagy nem is tudom, hogy ez mi az, de nagyon durva.
Szóval ez akár télen takaróként is tök jól lehetne használni ezt a sálat, de hát az újraalkotott verziója, ez megint egy elképesztő. A csaj éppen a takarót vagy a paplan tekerte a nyaka köré. Amúgy esküszöm, így nézek ki, amikor itthon szoktam ágyneműt cserélni, felteszem ide a vállamra, a másik felére, és akkor egyet teszek így hátulról is, és közben adatolom a székem, és azon is tele van minden, szóval kb. Ugyanígy nézek ki. A mosogatás szerintem a szükséges rossz, ha ettetek vagy éppen főztetek, akkor muszáj elmosogatni, mert egy idő után felgyűlik, és az ugye eléggé hülyén néz ki, hogy a konyhában egy ilyen pizzai feltetorony áll így a tányérokkal. Szóval itt ezen a képen egy Insta celeb éppen mosogatás közben egy tökéletes mindennapi fotót csinált, hát ez valószínű, hogy ezt egy fotostúdióban csinálták, hát hol máshol, mert én sem szoktam szelfizgetni a serpenyővel, amivel mondjuk odaégett a rántotta. De hát ez az újraalkotott kép, ez megint tükrözi a valóságot, ahol éppen a csaj, hát tart egy olyan edényt, ami nem tudom eldönteni, hogy vagy odaragadt valami, vagy már addig sikálta azt az edényt, hogy feljött a borítása. A személyes higiénia szerintem nagyon-nagyon fontos, és általában ez hát minden embernek úgymond az életének a része, illetve hát az kellene, hogy legyen. Itt a képen egyébként Rihannát láthatjátok éppen, ahogy a hónalját borotválja, ezzel úgymond demonstrálja azt, hogy hát ő is halandó ember, és hát neki is nő a hónalján szőr, de hát újraalkotta ugyanaz a csaj, amit már az előző pár képeken már szerepelt. Az a vicc, hogy ő is borotvál valamit. Képzeljétek el, hogy borotválva próbálja az orszőrét borotválni, hát nem tudom, hogyha már akkorára megnőtt, hogy az orszőrét próbálja borotválni a borotvával. Ezt jól elmondtam. Biztosan láttatok már ti is olyan fotót, ahol éppen a modell haja lobog, vagy mondjuk belekap a szél. Ezt nyilván nem mindig tudják úgy megoldani, hogy kiállnak egy szeles rétre, vagy mondjuk egy olyan város is, ahol kicsit húzatosabb az épületek között. Nyilván az is természetesebb hatást ad, de van, amikor szélgéppel lehet ezt megoldani, máshogy nem lehet. Na hát itt az első fotóval szerintem nagyon jó sikerült, és biztos ennek is van utómunkája. Tényleg én, hogyha újraalkotnám ezt a fotót, valószínű, hogy hajszárítót használnék, és mondjuk hideg levegővel fújnám a fotóalanyt. Nyilván ez is egy opció lenne, de ez az újraalkotott fotó, esküszöm, nem is jutott volna eszembe, hogy lombfúvót használják arra. Nem tudom, biztos tudjátok, ennek egyébként egy tök jó példáját tudom most mondani nektek, mikor például a kutyusok kidugják a fejüket az ablakon, és biztos megvan az a kép, ahogy lobog a pofájuk, vagy nem is tudom, hogy mondjam, a szélben. Srácok, ez a videó nagyjából ennyi lett volna. Én mára nem ezt terveztem, illetve hát nem ez a videó lett volna, viszont a következőhöz, illetve hát a másik témához nem találtam fotókat, illetve elég anyagot, úgyhogy egyelőre az még marad, úgymond a tarsolyomba. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ha tetszett és szeretnétek még hasonló videókat, mert miért azt szeretnétek. Én esküszöm, nagyon-nagyon élvezem és nagyon-nagyon szeretem ezeket csinálni, úgyhogy ha szeretnétek hasonló videókat, akkor dobjatok egy lájkot, nyomjátok meg a feliratkozást, és találkozunk legközelebb. Én Lehe voltam, és sziasztok!